Kis Károly vezetőedzőnkkel beszélgetünk, mégpedig több témáról is, de talán kezdjük akkor szépen sorrendben. Időrendi sorrendben, ugye 18-án kezdtük meg a felkészülést. Mit tapasztaltál, milyen állapotban jöttek vissza a srácok? A játékosok nagyon fegyelmezettek voltak, természetesen. Mondtam nekik, hogy a legfontosabb, hogy pihenjék ki az előző bajnokság fáradalmait, de viszont arra figyeljenek, hogy nehogy súlyfelesleggel jöjjenek vissza, azért mert egy nagyon komoly munkába kezdtünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy előbb is említettem, nagyon fegyelmezettek voltak, és senkinek nincs semmilyen jellegű problémája, hát ami az erőlétet illeti. Túl vagyunk a felkészülés első hetén, említetted, hogy komoly munkába kezdtetek, akkor hogy telt el ez az egy hét? Az első héten napi egyedzések voltak, de ahogy előbb is mondtam, tehát a játékosok tudják, hogy ilyenkor mi a feladat, és nagyon becsületesen kezdtek a munkának. Nyilván ilyenkor az is motivál mindenkit, hogy tud majd bekerülni a csapatba, hiszen azért új bajnokság, új remények, akik eddig esetleg háttérbe szorultak, azok is megpróbálják bizonyítani azt, hogy helyük lehet majd a kezdőcsapatba, és hát ilyenkor tényleg mindenki, úgy mondjam, 100%-osan akar bizonyítani, hát meglátjuk, hogy kinek hogy sikerül majd ez. Hát ha már a személyeknél tartunk, akkor az elmúlt héten több változás is volt, és akkor haladjunk itt is időrendi sorrendben, ugye érkezett Simon Attila, bár gondolom az ő érkezésének és Dani Böde Dániel távozásának, gondolom azért van köze egymáshoz. Hát szerintem, tehát nem, hogy szerintem, nincs köze. Nincs? No. Nincs köze, mert azért más típusú játékosok, illetve azt tudni kell, hogy a Dani azért az igazi posztja az ég mögötti, tehát nem égként, a Simon Attila pedig inkább csúcsékként ezt számításba véve. Tehát én nagyon örülök, hogy az Attila érkezett. Hát nyilvánvaló, hogy itt azért a Dani mellett meg kell említeni azt, hogy a klubtól távozott Repka Ádám, Szatmári Lóránt, tehát ott a támadó szekcióba azért komoly változások lesznek. Tehát akkor ez indokolta Attilának az érkezését hozzánk. Zsók József, ő miért érkezett? Belső védőt játszik, és ahogy én már többször elmondtam, igazából nem voltam megelégedve a védekezésünkkel, hiszen 51 gólt kaptunk. Ez, nem tudok jobb szót mondani, borzalmas mennyiség, és ezt nagyon nagy bravúrnak tartom, hogy ennyi kapott gól mellett hatodikok tudtunk lenni. És én úgy gondoltam, hogy mindenképpen újítok a védelemben, majd előkészületi mérkőzéseken eldől az, hogy melyik a legjobb összetételű négyesünk. De azt szeretném hangsúlyozni, amit már többször is elmondtam, nyilván egy csapat védekezik, nem csak a négy védő, illetve a kapus. Ugyanakkor voltak problémák, és egy új összetételű négyesünk lesz. Bízom benne, hogy jóval hatékonyabbak leszünk védekezésben, mint az előző évben voltunk. Ugye hát Böde Dániel eltávozott a Ferencvároshoz. Jelenti esetleg ez majd azt, hogy más szerkezetben fogunk játszani, mint eddig? Jelentheti, de amit eddig nagyon jól csináltunk, tehát játszottunk egy 4-2-3-1-es felállásba, azt azért játszottuk a Dani nélkül is, és erről azért nem mondunk le, de természetesen más felállási formával is próbálkozunk, és ez attól is függ, hogy melyiket fogjuk majd alkalmazni, hogy éppen ki az ellenfél, ki az aktuális ellenfél, de természetesen, ha már kialakul majd a keretünk, azért lesz egy fővonal, amin indulunk, de ahhoz azt majd tudnom kell, hogy végül is kik állnak majd a rendelkezésemre. Jó. Hát akkor folyik, gondolom, tovább a felkészülés. Nyilván még átigazolási időszak is van, esetlegesen várható-e még érkezés, vagy akár távozás is? Tehát az említetteken kívül, ugye távozott a Gévai Zsolt, illetve Montvai Tibor is. Azt szeretném elmondani, hogy a távozókkal én alapjában véve meg voltam elégedve, tehát hogyha azt az időszakot összességében nézzük, amit itt töltöttek, akkor mindenki tudott ahhoz hozzátenni, hogy a két év során nagyszerű eredményeket értünk el. Hát természetesen ebbe a Dani élen járt, hiszen 25 gólt rúgott a két év alatt, úgyhogy voltak sérülései. Azt azért szeretném elmondani, mert senkitől se váltunk el haraggal, de van, aki több játék lehetőségre vágyik, tehát én ezt megértem. És ezúttal is szeretnék nekik sok sikert kívánni az új klubjukban. A másik, hogy még szeretnénk igazolni,
egyelőre, tehát folynak a tárgyalások, most nevet nem említenék, de még várható érkező játékos, illetve nem dőlt még el az, hogy akik kölcsönből visszajöttek, nekik mi lesz a sorsuk, több klub is érdeklődik irántuk. Nyilván itt is azt fog dönteni abban, hogy maradnak, vagy esetleg újra kölcsönbe máshová kerülnek, hogy mennyi játék lehetőségre lesz majd esetleg esélyük. Ezt el fogom nekik mondani, és hát nyilván a vezetőséggel együtt egy közös döntést fogunk majd kialakítani.